egyre többször fel kell ébredni, hogy olyan valóságban vagyunk most, ahol nincsen könnyű meccsek, ezt a múltkor is elmondtuk. Hát ugye pont az a Dunajváros volt megszorongatva a Vasas által két napja, azt hiszem, aki ugye most megvert minket hosszabbításban. De hát ez nem nincs ezzel semmi probléma, hiszen nem is akarunk semmilyen meccsbe úgy belemenni, hogy könnyű lesz megnyerni, meg könnyű lesz az egész párharc. Nem, mi ugyan, tehát dolgozni fogunk természetesen, meg ismét, főleg egy vereség után azért jó egy picit úgy belemenni a videózásba, hogy lássuk, hogy miket tudunk javítgatni. Próbáljuk ezeket helyre tenni erre a mérkőzésre. Reméljük, hogy ez hazai közönség előtt jó vasárnapi meccs, egy 3 pontos találkozó lesz nekünk. Talán egy picit több odafigyelés, meg ezeket az egyéni hibákat kiszedni, hiszen most is talán a mai mérkőzésen olyan problémák voltak, hogy egyéni hibákból indultak ezek a dolgok. Egy picit úgy több koncentrációt kell ezekbe a cserékbe belerakni, úgy néz ki.